Margit sziget másik látványosságánál, a nagy és jó öreg ős platánnál, de László, azt hiszem, erről többet el tud nekem majd mondani. Konkrétan milyen fánál vagyunk most? Platán fánál állunk, mi ős platánnak hívjuk, és igen, ez a fa a Margit sziget talán tényleg a legkiemeltebb nevezetes fája. És hogyha itt majd most látjátok ti is éppen, ez egy óriási nagyfa, tehát nem tudom a kamerán átvinni, de hogy én gyakorlatilag az ilyen egy százada vagyok ennek a fának egyébként, mégis nem ez a legnagyobb platánfa Magyarországon, jól tudom? Igen, igen, hát Magyarországon csak az 50. helyen áll a méreteit tekintve, hát tehát az azt jelenti, hogy 50 olyan fa van Magyarországon platánban, ami ennél vastagabb törzsű, viszont a lombkorona habitusa, a lombkorona alakjában viszont Európában a harmadik helyre tette egyszer egy platánkutató. Volt egyszer szerencsém találkozni egy platánkutatóval, aki bejárta egész Nyugat-Európát, és itt álltunk a fa alatt, és ő mondta nekem, hogy ez a fa szerintem mindenképpen az első háromban benne van Európa szinten. Hát azért gondolom, ez szubjektív, nem tudom, kik határozzák meg, hogy hova kerül ez a fa a rangsorban. Hát azok a szakemberek, akik ezt kutatják, tehát lehet hinni az illetőnek, mert ő elég sok fát látott, ami ilyen hatalmas nagy termetű. Ennek a fának a méretei igen szembetűnőek nagyok, és nagyon tényleg a legnagyobb fáink között vannak, sőt a Margit szigeten minden bizonnyal ez a legnagyobb fa. Hát a magassága 40-45 méter, a törzskör mérete 1 méter magasságban mérve 669 cm. A legnagyobb lomb korona átmérője 54 méter. Itt látszik, hogy igazából annyira szerteágazóak az ágai, hogy egészen idáig leér a földig, tényleg épp, hogy nem súrolja. Ez a platánfának egy jellegzetessége, vagy éppen csak ez a fajta nőtt úgy? Igen, amikor a platánfa szabad állásban nő, tehát nem súrfaként használjuk, és van neki élettere, akkor a platán ekkora hatalmas fává tud nőni. A platán az egy igazi parkfa. Ez azt jelenti, hogy nem tesz kárt akár a gyökérzete, akár a lombja, vagy ahogy nőnek az ágai, nem tesz kárt a körülötte lévő fákban? Hát nem pont ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ebben a térállásban, ebben a szabadállásban tudja kifejteni igazán festői szépségét. Mennyire szívós a platánfajta? Nem tudom, mennyi vízigénye van, vagy kell-e őt külön gondozni? Platánfa, ha megkapja a környezeti igényét, tehát tényleg parkban áll, és nem egy városban, egy füstös, levegős, nagyon felmelegedett városrészben. Tehát ha parkban van, az eredeti környezetében, amit szeret, akkor tulajdonképpen nem tartozik egy túligényes fának. És ez a fa mióta áll itt? A kora kapcsán elég sok vita alakult ki az elmúlt évtizedekben. Neves szakemberek is vitatták, hogy pontosan hány éves lehet, de arra a következtetésre jutottak, hogy tulajdonképpen ez a fa 230 év körüli, tehát valószínűleg ezt is a jeges árvíz előtt ültették. Hogy lehet meghatározni egy fának a korát? Azt tudom, hogy a törzsében a gyűrűk, de hogyha jelenleg áll a fa, akkor hogy lehet meghatározni? Vannak összefüggések, amik a fafajtára fal kapcsolatban, hogy amekkora a törzs átmérője körméretben, bizonyos melyik fajról van szó, és akkor annak vannak táblázatos adatai, amiből lehet következtetni, illetve ki lehet számolni. Tehát van egy törzskörmérete, mondjuk a platánfa esetében 669, és akkor van egy táblázat, amiben a fa életkorát beletesszük, megnézzük, milyen környezetben van, tehát hogy egy jó környezetben van-e, optimálisban vagy nem, és akkor ennek figyelembevételével kisebb-nagyobb tévedésen meg lehet határozni a fa életkorát, anélkül, hogy látnánk a fa évgyűrűit. Máshol is ilyen kevés az élettartamok a fáknak? Hát máshol a platánfa 600 év körülre is, vagy még többre is meg tud nőni. A platánfa tulajdonképpen Amerikából származik. Nyugat-Európába hozták be, legelőször Londonban, Párizs nagyvárosaiban jelentkezett a nagy tömegben való ültetésük. Volt egy úgynevezett platánkorszak, akkor ez volt a kor divatos fája, és így akkor terjedt el Európában ez az amerikai platánfa. A Margit szigeten annyival speciálisabb az életkoruk a fáknak, hogy nem tudunk túl sok idős fát felmutatni, hiszen itt a legtöbb telepítés az árvíz utánra tehető, hiszen ezek a nagy árvízek, amik a szigetet évtizedre ostromolták a régi időkben, mindig tönkretették az adott növényvilágot,
És ugyanígy van a mostani is, hogy a Margit szigeten nem tudunk felmutatni 230 évnél idősebb fát, mert sajnos nem tudtak megöregedni annyira, mert mindig tönkrementek. A platán melyik éghajlatot szereti a legjobban? Hát Amerikából származik, tulajdonképpen a mérsékelt éghajlati övben, ami a hazánkhoz hasonló, bárhol megtalálható. Tehát ugye Amerikában, az USA kanadai részen rengeteg platánfa van, vagy Nyugat-Európában ugye a mi magasságunkban. Van olyan fa itt a Margit-szigeten, amelyik kifejezetten magyar fa? Hát van, igen, tehát vannak ezek a magyar nemesítésű fák, van például magyar kőr is, az egy kőris faj. Fraximus ornus suspecia pannonica. A legnagyobb problémát nem is az árvíz, hanem a belvíz okozza itt a Margit szigeten. Ez milyen következményekkel jár? Hát igen, ilyenkor, mint például a 2010-es nagy árvíz idején, amit Margit szigeten ugye csak belvízként jelentkezett, hát nagyon sok kár keletkezett a növényzetben és a fákban. Ilyenkor a sziget területének egy része ugye több napos vízben áll, és ilyenkor a fák, különösen a ferdálású fák szép lassan eldőlnek, kidőlnek. 2010-ben kb. 130-150 fa dőlt így ki a Margit szigeten, a májusi esőzések és azután a következő árvíz nyomán. Igazából tehetetlenül tudjuk nézni, amikor a fák eldőlnek. Ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy elsőleges legfontosabb a baleset veszély, így azt a területeket leszoktuk zárni a lakosságtól, a fákat pedig balesetmentesítsük, tehát biztosítjuk, hogy ne okozzanak veszélyességet a lakosságra. A kidőlt fák helyére ilyenkor mindig ültetnek egy újat? Hát igyekszünk a pótlásokat elvégezni, idén is a Margit szigeten többek között voltak telepítések, tehát a pótlás a kötelességünk. Léteznek olyan fák, amelyek jobban bírják a belvizet? Hát természetesen a vízparti fák, tehát a fűz és a nyár. Hát jelen pillanatban fűzfa a Margit szigeten nem sok van. Nyárfák vannak a partokon, például a budai parton, ezek az itáliai jegenye nyarak, amik egyébként nagyon jól bírják a vízállást, mivel vízparti fák. Szaknyelven az a neve, hogy aszmag csoport emlős ágazat, és ugye ez a golyócskára vannak így felfűzve ezek a szőrök, így körkörösen, és úgy alakítja ezt a golyócskát. Igen, ez a termése, de ugye több ezer ilyen szőrös aszmagból áll maga a termése.